Start elindult az ügető nap első futama, Orlando Bloom Dieperke kicsit lassabban kezd, a többieknek viszont nincs gond a startjával. Eminem nagyon jól indul, és egyelőre előrébb egy picit, mint Dreamer. Fleegout sem kezdett rosszul, ott van a harmadik helyen, kívülről pedig érkezik a favorit Eden Evo, Lakatos Csabával, hogyha két jó esélyű ló egyelőre a harmadik, negyedik pozícióban, aki pedig ére tudott állni, az nem más, mint Dreamer. Dreamer, Eminem, Fleegout, Eden Evo az első négy helyen, Endless Love következik belül, kívül pedig Enterprise is összességében jó startot tudott venni. Eperke van egyedül kiszakadva, ő viszont nagyon, onnan szinte lehetetlen lesz felzárkózni. Akkor, amikor az egyenesben a csapat, akkor Hajnal Tibor két idomítottja közül kívülről, Eden Evo gyorsít, és amikor 1200 méter lesz hátra a futamból, könnyűszerre veszi át a favorit Eden Evo a vezetést. Mögött a Dreamer, a második Eminem és Fleegout a harmadik, negyedik helyen, Endless Love, Enterprise, illetve Emily Sandy áté a további sorrend. A helycsere az élen egyértelműen azt jelzi, hogy jó a tempó, erről gondoskodik Eden Evo, meghúzza egy kicsit a csapatot, de ezt lereagálja külső spúron Fleegout, és igyekszik ő is fölfele menni, fölfele húzni. Dreamer van tőle beljebb bent a falon, illetőleg megindulhat talán Enterprise is, illetőleg szintén a falon Eminem színei tűnnek föl, Emily Sunday 80 és viszonylag jó pozícióban, illetőleg Édes K. az, aki megkezdheti ott külső spúron a felzárkózást, és amint kiveszi őt hajtója, jön is majd fölfelé, talán most éppen ez fog történni. Ami az elejét illeti, Eden Evo vezet, Eden Evo, illetőleg Fleegout kettőse, a háttérből pedig Fene Gyerek lett végül az, aki Juhász Balázsral igencsak belekezdett, és gyakorlatilag zárkózik, de ez Emily Sunday 80-re is igaz, Fleegout is megindít egy támadást, és Enterprise úgy szintén. Egyelőre elég szorosnak tűnik ez a verseny, nagyon együtt vannak heten, nyolcan vezet bent a falon Eden Evo, mellett ott van Fleegout, kívülről Emily Sandy át is megjelenik, egy kicsit azonban kisodródik, így is ott lehet majd a dobogón, Édeská is begyújtja a rakétákat. Egy három évület, egy négy éves reménység még mindig a frontban, előbb Eden Evo előnye nagyjából másfél osz Fleegout-fal szemben, Dreamer próbál visszajönni a dobogóra, kívülről pedig Édeská hajrázik egy nagyon-nagyon komolyat, Eden Evo-nak még mindig van másfél osz előnye, Fleegout nem igazán tud most már jönni, érkezik viszont Édeská, érkezik a végén Fene Gyerek, Dreamer is ott van, Eden Evo azonban könnyen kézből hazaér, Eden Evo mögött Dreamer, illetve Édeská lesznek majd a második és a harmadik helyen, közöttük azért kell a célfotó, negyedik lesz Fene Gyerek, utána Emery Sandy Áté, illetve az elfáradt Fleegout.